Ebben a leckében megtanuljuk, mit tehetünk akkor, ha a program nem úgy működik, ahogy azt elképzeltük. Szaknyelven ezt úgy mondjuk, hogy a programban szemantikai hibát vétettünk. Ezt a tevékenységet nevezzük hibakeresésnek, vagy a program belövésének, angolul pedig debug funkciónak. NetBeansben is a debug menü tartalmazza az ehhez tartozó műveleteket, ezekkel fogunk megismerkedni. Példaként készítsünk egy programot, ami kiszámolja egy adott egész szám faktoriálisát. Faktoriálisnak nevezzük azt a függvényt, amely egy pozitív egész számhoz hozzárendeli a kettőtől a számig terjedő egész számok szorzatát. Hozzunk létre egy új projektet, továbbra is maradjunk a Java kategóriánál, azon belül a Java alkalmazásnál. A projekt neve pedig legyen Fakt. Kicsit végig gondoljuk, hogy mit is kell csinálnunk. Gyorsan rájöttünk, hogy szükségünk lesz mindenképpen néhány változóra. Legyen egy egész típusú változónk, aminek a neve n az a szám, aminek majd mi szeretnénk számolni a faktoriálisát. Például legyen ez most első alkalommal az 5. Szükségünk lesz egy második változóra, amiben kiszámoljuk a faktoriális értékét, nevezzük ezt f-nek. Első próbálkozásra legyen ez is egész típusú változó. A kezdő értékét pedig válasszuk 1-nek. A nulla itt most nem lenne megfelelő, ami általában a változó kezdőértéke szokott lenni. Ahhoz, hogy végigszámolhassuk a szorzatot 2-től egészen n-ig, nyilvánvalóan szükségünk lesz egy ciklus változóra. Programozási szokás az, hogy a ciklus változókat az ABC I betűjétől kezdődően nevezzük el, így IJK betűt szoktunk használni. Mi most használjuk az első alkalmas betűt, az I-t. Nem kell más tennünk tehát, de egy ciklussal végszámoljuk, véglépegetünk 2-től n-ig, és elvégezzük a megfelelő szorzásműveletet. Java nyelven erre a célra legmegfelelőbb a for ciklus. Az i változó induljon 2-től, és haladjon egészen n-ig, és eközben egyesével kell léptetnünk az i változót. Ugye itt írhatnánk azt, hogy i egyenlő i plusz 1, vagy pedig ehelyett használhatjuk a hatékonyabb kódot eredményező i plusz plusz operátort. Ha nem tudjuk mi ez, akkor nézzünk utána egy C vagy Java nyelvvel foglalkozó szakirodalomban. Vegyük észre, hogy amikor leütjük a kapcsoló zárójel után az Enter-t, akkor a NetBeans elhelyezi a záró-zárójelet, nem kell nekünk kitennünk. Hasznos szokás, ha megjelöljük magunknak egy kommenttel, hogy az egyforma kapcsoló zárójelek milyen szegleteket zárnak be, például egy end of for kommenttel, ez akkor lehet egy end of main comment, végül ez pedig lehet egy end of class comment. Ez nem kötelező, de nagyban megsegíti egy bonyolult program későbbi áttekintését. A for ciklus belsejében nem kell más tennünk, mint az f változót megszorozni az i aktuális értékével, ezt az értéket eltárolni az f-ben. Ezt megtehetjük hagyományos módon a következő szerkezettel. Vagy itt is használhatjuk a C, illetve a Java nyelv trükkösebb operátorait. Itt például a csillag egyenlőt. Hogy világos legyen a kód, meghagyjuk kommentben ezt a teljes kiírást.
De helyette beírjuk a hatékonyabb F csillag egyenlői műveletet. Ez a ciklus tehát szándékaink szerint végig fogja elvégzi a szorzást 2-től egészen N-ig, példában 5-ig. Végül az F változóval megkapjuk az N változó faktoriálisát, amit végül kiíratunk képernyőre. Például ilyen módon. Faktoriális függvényjele felkeltő jel. Gondoljuk végig, hogy mit írunk ki. Ezzel utasítással kiírjuk az N változó értékét, majd szövegként a felkiáltó jel egyenlő szövegrészt, végül pedig az F változó értékét. Próbáljuk, kifutassuk le ezt a programot. Az 5 faktoriálisa 2-ször, 3-szor, 4-szer 5, ami valóban 120. A program tehát jól működik, de azért nézzük meg, milyen lehetőségeink vannak a NetBeans-ben, hogy a program működését ellenőrizzük, mégpedig a program belsejében végezzünk ellenőrzéseket. Erre szolgál, ahogy említettem, a NetBeans debug funkciója. Ennek több lehet eszközünk is rendelkezéssel. Kezdjük azzal, hogy megvizsgálhatjuk a programot lépésről lépésre, követhetjük, hogy mi történik a belsejében. Ehhez először elhelyezünk egy töréspont nevű jelölést a program kódjában valahol. Ezt úgy tehetjük meg, hogy a sorszámok sávjában kattintok valamelyik sor előtt, hogy megjelenjen ez a piros sáv. Ez azt fog eredményezni, hogy amikor a programot debug módban futtatjuk, akkor ezen a soron meg fog állni a végrehajtás. Körül tudunk nézni a program pillanatnyi állapotában, majd akár soronként hajtatjuk végre a program további részét. Ezért tehát a program elejére elhelyeztem egy töréspontot, és most nem futtatni fogjuk a programot, a projektet hagyományos módon, hanem a mellette lévő debug parancsot indítjuk a debug projekttel. Ilyenkor a program más üzemmódban működik, több információt tárol a program futásáról, valamint figyelembe veszi a töréspontjainkat, és ahogy most látjuk is, ezzel a második soron megállt a végrehajtás, a zöld sáv jelzi azt, hogy a programunk futása éppen hol tart. Még egy látványos dolog történt, megjelent a variables változók ablak, ami felsorolja a programunk különböző változóit. Ha körülnézünk ebben az ablakban, láthatjuk azt, hogy itt van például maga az osztályunk, maga a class, annak különböző elemeivel, tagjaival. Ezzel most egyelőre nem kell foglalkoznunk, mert a későbbiekben fogjuk meg alaposabban megvizsgálni. Ami nekünk most érdekes, az a különböző lokális változók, ezek közül most az N-et látjuk egyelőre, mert a változó már létrejött, az értéke pedig 5. Típusa pedig int, ezt is jelzi a variables ablak. A programunk tehát itt áll a második sor végrehajtása előtt. Megjelent egy új eszköztár, aminek segítségével lépésenként tudunk tovább lépni a programban. Mégpedig oly módon, hogy a stepover parancsal a következő utasítást egyenként végrehajtjuk. Ennek akkor lesz majd jelentősége, hogyha megtanultuk az eljárásokat, mert ilyenkor nem lép bele az eljárásba a debugger, hanem egy parancsként végrehajtja azt. Ezzel szemben a step into parancs, az F7 funkció billentyű hatására bele is lépne az adott eljárásba. Erről majd később visszatérünk. Nekünk most elegendő az, hogy az F8 billentyűvel tudunk egy sort végrehajtani, például most az F egyenlő egy értékadást. Egyébként a zöld gombbal tudnám futtatni a programot teljes hátralevő részét, anélkül, hogy ismét megállna soronként. Először tehát nyomjunk egy F8-at, és látjuk, hogy a program tovább lépett, végrehajtotta az int F egyenlő egy utasítást, ezt abból látjuk, hogy meg is jelent az F változó a variables ablakban. Látjuk, hogy ő is int típusú, az értéke pedig 1. A parancs végrehajtási jelző pedig átlépett a for ciklusra.
Most ismét nyomunk egy F8-at, vagy kattintunk a megfelelő gombra, akkor végrehajtódik a ciklus kezdő értékadása, vagyis az I változó értéke felvette a kettőt, és készül a programunk arra, hogy az F változót megszorozza I-vel. Az F változó értéke most még egy. Azt várhatjuk, hogyha ezt megszorozzuk I-vel, az I értéke most 2, akkor az F változó 2-t kell, hogy mostantól tartalmazzon. Nézzük, hogy így lesz-e. Valóban az F felvette a 2 értéket, a kurzorunk pedig fellépett a for ciklus fejébe. Ismét nyomunk egy F8-at, akkor végre is hajtja az I++ utasítást, aminek hatására az I változó értéke mostantól 3. Ismét következik az F csillag egyenlő I, vagyis azt várjuk, hogy az F eddigi 2 értékét megszorozzuk 3-mal, vagyis 6-nak kell lennie az értékének. Nézzük, hogy így történik-e. Valóban az F értéke 6 lett, a kurzor ismét tovább lépett, megint a for ciklus fején áll. Újabb F8, az I változó most megnőtt 4-re, az F most értéke most 6. Azt várjuk, hogy ezt a 6-ot meg kell szoroznunk 4-gyel. Lássuk, ez történik-e. Így van, az értéke 24 lett. Ismét megnöveljük az I-t. Az értéke most 5. Ez még végrehajtható, mert az I kisebb egyenlő 5 feltételnek teljesül, vagyis a ciklusnak még le kell futnia. Elvégezzük még egyszer a szorzást. Ekkor az F felvette a 120 értéket, a kurzor fellépett a for ciklus fejére, végrehajtjuk a következő lépést, az I értéke 6 lett, megvizsgáljuk, hogy teljesül-e még a ciklus feltétel. Az I kisebb, mint 5, mivel az I értéke most már 6, a ciklus feltétel nem teljesül, ezért kilépünk a ciklusból, így a kurzor átlépett a ciklust követő első utasításra, a konzolra való kiírásra. A konzolt itt látjuk az output ablakban, ez most egy üres jelen pillanatban, de amint a következő sort végrehajtjuk, megjelenik a konzolon az 5 faktoriás egyenlő 120 üzemet, a kurzor pedig tovább lép a záró-zárójelre. Ha ezt is végrehajtjuk, akkor ezzel a program véget ér. Meg is kaptuk a szokásos üzenetet. Ez az egyszerű trükkel, tehát a programot lépésről lépésre tudjuk végrehajtani, akár egyesével minden egyes sor közben megvizsgálhatjuk a változók értékeit. Azt most nem mutattam meg, de meg is lehet változtatni a változók értékeit, hogyha az valamikor hibás értéket találunk benne, így a programkód módosítása nélkül is lehet befolyásolni a tesztelés idejére a változók értékeit. Legközelebb ezt is mindjárt kipróbáljuk. További lehetőség az is, hogy nem csak a program által felkínált változókat tudjuk figyelemmel követni, hanem tetszőleges kifejezéseket is be tudunk szúrni a megfelelő ablakba, és figyelhetjük, hogy hogyan alakul azok értéke. Tegyünk most egy olyan próbát, hogy a programot szándékosan eltévesztjük, például kiveszem az egyenlőséget a ciklus feltételből, így mi ugye tudjuk, hogy hibásan nem fogjuk megszorozni ennel már a F értékét, de tegyük, hogy ezt most nem tudjuk, és szeretném majd észrevenni, megkeresni ezt a hibát a programban. Elvégeztem a módosítást, töréspont maradjon ott, ahol van, és futassuk a programot ismét debug módban ezzel a gombbal. Előbb már megismert módon megállt a program az első utasításnál. Megtehetem azt, hogy soronként végrehajtom, vagy megtehetem azt is, hogy a töréspontot helyezek el most a ciklus törzsére, és azt mondom, hogy a zöld gombbal a programot lefuttatom, vagy a végéig, vagy ha van még töréspont a programban, akkor a következő töréspontig. Így most a program ismét megállt, azon a soron. Az F értéke most 2, az I értéke 3,
és ötletek megint, hogy vagy a zöld gombbal futok le egy kört, elvégeztük a szorzást, az F értéke most 6 lett, az I értéke rögtön 4. Ismét végrehajtom most soronként a következő értékadást. Az I értéke most eddig 4 volt, most megnöveljük 5-re. És most vehetjük észre azt, hogy az 5-tel már nem szorozzuk meg az F változó értékét, mert ugye bár az I kisebb N feltételt írtam most a ciklus fejébe. Így most észrevettük, hogy hol van a probléma. Megtehetjük azt, hogy leállítjuk a program futását ezzel a piros gombbal, vagy azt mondjuk, hogy most már akkor fusson le, de észrevettük, hogy mi volt a baj. Túl kevésszer futott le a forciklus, javítsuk ki, írjuk vissza az egyenlőségjelet. Remélhetőleg a program most már jól fog működni. Például most lefuttatom a debuggolás nélkül. Látjuk az eredményt I egyenlő, a F egyenlő 120, vagy pedig ismét végig mehetünk soronként a programkódon, és megfigyelhetjük, hogy valóban most már az 5-tel is megszorozza az F értékét, és megkapjuk a megfelelő x-es értéket. Ebben a leckében tehát megismerkedtünk a NetBeans debug funkciójával, ami nagyon jól használható arra, hogy egy program működését az eddig ismerteknél sokkal mélyebben megismerhessük, követhetjük, sőt akár beavatkozhatunk a program működésével.